Egy ekkora vagonban akár 80 embert is szállítottak a munkatáborokba a II. Világháború idején. A holokausztra emlékező vándorkiállítás érkezett a nyíregyházi vasútállomásra. 2007. márciusától már 85 városban több mint 140 ezeren látták a tárlatot. A kiállítást egy debreceni túlélő emlékeiből készítette az Életmenete Alapítvány. Tulajdonképpen a Schwarz Sanyi bácsinak a személyes életére, illetve a II. Világháborúra történt tapasztalatére építette föl, és az ő történetén keresztül próbálja bemutatni az egész holokausztot, illetve ami a magyarországi zsidósággal történt. Varsányi Imrét 1944-ben Újpestről vitték el egy lengyelországi táborba, akkor még csak 14 éves volt. Visszaemlékezésében arról mesélt, hogy egy föld alatti repülőgépgyárat építettek a németeknek. Amikor a vagonokhoz szállították őket, még nem tudták, hová kerülnek. A Mulldorfi munkatáborból végül 1945-ben jött haza. Az utazás az körülbelül olyan 60-70 ember volt egy barakban. Enni kaptunk egy 20 dekás darab kenyeret, meg egy kis lekvárt, ez volt a 3 napi élelmünk. Volt egy vödör víz a vagomba, és fogalmunk nem volt arról, hogy hova megyünk, meddig megyünk, mikor érkezünk meg, mert mindent, ami megtörtént, az csak utólag tudtuk meg tulajdonképpen sokkal később, hogy mi az, ami velünk történt, és hol történt. A II. Világháború idején Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is több ezer embert hurcoltak el a lágerekbe. Módszeresen felmérték annak idején, hogy ugye kimutatások alapján, hogy mennyi zsidó származású emberi nem csak a megye városaiban, hanem falvaiban is, és az is köztudott, ugye, hogy azért itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elég magas volt a zsidóság aránya, és annak csak a nagyon-nagyon nagy töredéke tért vissza. Abba kell belegondolni, hogy nem egészen egy év alatt történtek ezek az események, és a több százezer magyar zsidót, akit kivittek egy év alatt, lényegében nem akarok nagyon kegyetlen szót használni, de eltüntettek az élők sorából. A nyíregyházi állomáson április 16-áig tekinthető meg a tárlat. A vándorkiállítás következő állomása Nagykáló, szeptemberben pedig újra visszatér majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ősztől Nyírbátorban látogathatják majd az érdeklődők.